osztályharc eszköze lett Dózsa, akit a Horthy korszakban haramiának állítottak be. De tudjuk-e, ki volt Dózsa gyerek? Üdvözlöm Önöket, Borsodi István vagyok. A következő film nem lesz pontos. Nem lehet az. Néhány dologról meg tudjuk mondani, hogy az biztosan így történt, ez pedig biztosan nem, de történelmi oknyomozásra nincs lehetőség. A források pontatlanok, így a hiányzó részeket ki kell, hogy töltsék a legendák, mesék, és az aktuális érdekek diktált a ferdítések. Például az, hogy osztályharcos volt. Dózsa György kicsit olyan, mint mindannyiunk távoli rokona. Mindenki tud róla valamit, előttünk van a képe, hümmögünk, hogy igen, a Dózsa, de valójában senki nem ismeri. Története viszont a távoli rokonról mindenkinek van, amely a saját, azaz a nemzet sorsához kapcsolja. És így van vele a politika is. Akkor próbáljuk még egyszer. 9 óra, 9 óra. Erkel Ferenc operát írt Dózsa szerelmi vívódásáról, Íj és Gyula verset költött a ceglédi beszédből, Szervácius Tibor pedig a tüzes trónon kínhalált halt vezérről készített szobrot. Három műalkotás, amelyek hozzátettek a kultusz alakításához. Három műalkotás, amelyek legendákból táplálkoznak, vagy a fantázia szüleményei. Dózsa két asszony közti vívódása csak a 19. század romantikus irodalmának szüleménye. A Bajszát Pödrő Dózsa ceglédi piacon elmondott buzdító beszédét pedig már a 70-es években megcáfolták történészek. Az pedig, hogy nem csak izzó koronával, hanem tüzes trónnal is kínozták halála perceiben, máig nem tudni, kinek a kreálmánya. Mi az, amit nem tudunk Dózsáról? Nem tudjuk, hogy hol született és mikor. Hát kezdjük még... úgy, hogy mit tudunk róla. Mit tudunk Dózsáról? Hát Dózsáról gyakorlatilag nem tudunk semmit. Egészen 1514-ig, amikor megjelenik a török előrenyomulás ellen indított keresztes hadak környékén. Állítólag párbajban legyőzött egy spáhi vezért, címere is innen ered. A viadalban ugyanis levágta a török karját. Állítólag ezután ment Budára, hogy átvegye jutalmát a királytól, ahol Bakócz Tamás esztergomi érsek felkérte a keresztes hadjárat vezetésére. Amit ismerünk jelen pillanatban a keresztes háború, keresztes hadjárat elindulásáról és kitöréséről, az gyakorlatilag kollégáim és a saját kutatásaim alapján azt mondhatom, hogy teljesen téves kép. Én, Bakócz Tamás, Isten földi helytartójának, 10. Leó pápa őszentségének bullájával állok itt előttetek. Az első és talán legmeglepőbb, Budán Bakócz Tamás érsek nem Dózsát jelölte ki a hadsereg fővezérévé, hanem egy Menyhért nevű cseh vagy német katonát. Ez a Menyhért, ez nem lehetett más, mint egy egyszerű zsoldos parancsnok. Ez honnan jön ez az információ? Ezt több követjelentésben szerepel ez a név. Még egy nagyon fontos forrás, a ferenceseknek fennmaradt egy formuláriuma, magyarán egy példakönyve, egy oklevelezési példakönyve, amiben benne maradt Menyhértnek a neve. Tehát egy zsoldos, aki saját fegyvereseivel annak az oldalára állt, aki megfizette, és aki egyszer csak eltűnt, vagy meghalt, vagy egyszerűen továbbállt. A keresztes hadjárat ugyanis megrekedt a magyar és a török uralkodó béketárgyalásai miatt. A háborút egyszerűen lefújták, ami biztosan csalódást okozott abban, aki fegyvert fogott boldogulásáért, a részvételért kapott örök bűnbocsánat reményében. Nyilvánvalóan, hogy a tömeg egy része becsapva érezte magát, hogy az ő üdvösség szerzési forrását, magyarán a török elleni hadjáratot most megszüntetik, és ezáltal az ő üdvössége némileg veszélybe kerül. A másik pedig, hát igen, tehát egy ilyen hadjárat az rablással jár együtt. Hát az országon belül is, ezt tudjuk, hogy a zsoldos sereg elindult valamerre, akkor ott azért komoly károk keletkeztek a élő és élettelen állományban, de amikor már külföldi ország talajára lépnek, akkor onnantól kezdve pedig aztán végképp.
Ebben a keserű pillanatban lépett színre Dózsa, és tört ki az, amit a történelem órákon parasztfelkelésként tanítottak. A jelzők persze változtak, de a történet váza az utóbbi 100 évben ugyanaz maradt. Legyen erre bizonyíték a rendszerenként újraírt történelem tankönyv. Az első, ez a lila, másodikos gimnazistáknak, amely a felkelés leveréséről a következőket írja. A parasztháború letörését kegyetlen úri megtorlás követte. Dózsa Györgyöt, aki megpróbáltatásait jajszó nélkül bátor katona módjára viselte, válogatott kínzásokkal kivégezték. Igen, tisztelt ünneplő közönség, kedves elvtársak, diák fiatalok! Most itt áll előttünk ez az új szobor, Kis István szobrászművész Dózsa Györgyről készített újabb művészi kompozíciója. 1972 fontos év volt. Valaki az MSZNP pártközpontjában úgy döntött, meg kell ünnepelni Dózsa születésének 500. évfordulóját. Igény támad arra, hogy Dózsa évet rendezzenek. A 72-es év persze egy kitalált dátum, ezt így kikövetkeztették korábbi történészek, és valójában nem támasztotta alá semmiféle konkrét történeti adagt, hogy itt ünnepelni kellene, de ez akkor valahogyan jól jött, és ezt nagyon megszervezték annak idején. Egymás után jöttek az ünnepségek, koszorúzások. A színpadias fűhajtásról szerencsére készült dokumentum. Film. A címe Dózsa népe, de lehetne Kádár népe is. Én a magam részéről megengedtem a túra tagjainknak, a Dózsa gimnazistáknak, hogy most Ceglédig az autóbuszon, pulóverben, tehát könnyedebben, lezserebbül öltözve jöhetnek, ott pedig majd, és a többi állomás helyen is kérném szépen a kollégákat arra, hogy figyelmeztessenek, mikor kell egyenruhába öltöznünk. Tehát amit máskor elnézünk, rágógumi meg egyebeket, azt természetesen ünnepélyes alkalmakkor nem. Rájöttünk arra, hogy akárhova letesszük a kamerát, és az apparátus dolgozni, vagy bármivel belekezd, az egészen biztos, hogy film, és egészen biztos, hogy mulatságos. András Ferenc 30 éves volt, amikor egy középiskola diákjaival és tanáraival bejárták a parasztfelkelés fontos állomásait. Nem sejtette, milyen következménye lesz, ha bemutatja a valóságot. A filmben szereplő iskolaigazgatónak nem tetszett az alkotás. Ti vagytok az a nemzedék és annak a nemzedéknek a képviselői, akik szép Magyarországunkat tovább építitek. Éljen Dózsa György emléke, éljenek a testvériskolák, éljen a barátságunk. Az akkori tanács kulturális osztály, meg nem tudom milyen osztályon csináltak egy ilyen vérbíróságot, ahova meghívták hát a filmfőigazgatóságot, a MOKÉP, akkor és a kerületnek az oktatási osztály vezetőnője a mai napig emlékszem, hogy egy Padisák Mihálynak hívtak. Engem ott kőkeményen a vádlottak padjára ültettek, és hogy hát akkor nem, hogy betiltják a filmet, hanem engem is betiltanak, és az életben nem fog többet se filmet csinálni, se filmrendező nem lesz belőle. És akkor eljutottunk egy pontig, amikor azt kérdezte ez a Padisák Mihályné, hogy az igazgató elvtárs tudott erről? Azt mondja, hát persze. És látott, és ezek megtörténtek? Szóval igen. Aztán, amikor megtörtént, és látja, és ön cselekedett, és az van benne, amit ön mondja, igen. Azt mondja, hát akkor milyen alapon próbál vádaskodni? Úgyhogy én a részemről köszönöm szépen, befejeztem a filmben, azt csinálok, amit akarnak, tehát mehet. A film körüli cirkusz után nem kellett reklám. A Dózsa népe óriási siker volt. Teltházzal ment a mozikban. Mindig kellett, amiben kapaszkodtak egy ilyen forrada, amiben be tudtak mögé sorakozni állni, de most a Dózsa is egy ilyen volt. A történelmet mindig megrendelésre, és mindig a megrendelő kiszolgálására írják. Ugye, hát rendkívül sokféle történelmet olvasunk az első világháborúról, Trianonról, és így tovább. Én így tekintenék Dózsa helyzetére is,
Dózsa szimbólum lett, és a szimbólumsága az, ami naggyá teszi, nem pedig a részletek. Nagy András grafikus művésszel a Nemzeti Galériában, az egyik leghíresebb Dózsa szobor előtt beszélgettünk. Szervácius Tibor alkotása a Dózsa évre készült el, bár nem az évfordulóra szánta. Nem is véletlen, hogy erdélyi művész alkotása, Szervácius Tiborról beszélünk. Ezt a szobrot 1972-ben fejezte be a Erdélyt elnyomó diktatúra akkor kezdett igazából tombolni. Úgyhogy ebben nem csak a parasztháború utóélete, a fájdalma, hanem úgy általában, és nem csak a magyarság fájdalmai vannak benne, hanem az a tapasztalat, azok a zsigeri feszültségek, amiket nem lehet kiheverni. Másfajta szobor, mint a tőle légvonalban pár száz méterre lévő monumentális és erőt sugárzó szoborcsoport. Nyoma sincs kétségnek vagy vívódásnak, az erő, a tiszta és egyenes tekintet még egy idegen számára is egyértelművé teszi. Ez az alak valami nagy hős lehetett. A kultúrpolitika számára Dózsa az egy fontos szereplő. Hogy nem mindig meg akarták érinteni a népet, mint a pók, amikor a háló rajta tartja a lábacskáit, ugye? Tehát a népben testközelben lenni mindig kívánatos volt. A Városligetben felállításra kerülő Sztálin szobor mintája Mikus Sándor műve. Több mint 300 műtárgy mutatja be képzőművészetünk fejlődését, gazdagodását. Kádár György és Konesni György Vihar előtt című alkotása a tanácskozó Dózsa Györgyöt és a harcra készülő parasztokat ábrázolja a tiszai átkelés hajnalán. Az én gyerekkoromban a TSZ-ek egyharmada, de negyede az biztos, hogy Dózsáról volt elnevezve, és az iskolai ünnepségeken egy régi katona indulónak az ütemére énekeltük, hogy Dózsa népe, Bonski zászlód, itt van, itt a helyet. Ma szerintem senki ilyen dalokat nem érnek el, egyetlen cserkész csapat sincs elnevezve Dózsa Györgyről, és semmiféle vállalat nem viseli Dózsa Györgynek a nevét. De a neve fennmaradt. Fontos utak és terek sarkán áll a névtáblája, Dózsa népe pedig nap mint nap elmegy mellette. TSZ-ek, gyárak már nem, de iskolák, mozi, repülőklub, vendéglők, sörözők és Budapesten egy metró megálló is viseli a nevét. Szászendre megkopott kerámia díszítésén még látszik egy ötágú, igaz fekete csillag. 20. század második felében, amikor bizonyos hivatalosság övezi már az ő személyét, természetesen a szocialista kánonban az ő személye nagyon fontossá válik, de nem ekkor kezdődik. Tehát ez nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy Dózsa az valamiféle szocialista találmány. Orosházi Dózsa figyelőtornyára kitűzik a vörös zászlót, hírüladva ezzel kezdődik az aratás. Viszont nagyon szerette volna magának kisajátítani az állampárt. Mutattunk már egy történelem tankönyvet a 70-es évek közepéről. Most jöjjön egy másik, 20 évvel korábbról, amikor Dózsa nézett ránk a papírhúszasról. Neve azóta sem merült feledésbe, de népének pere csak akkor dőlt el, amikor a Szovjetunió dicsőséges hadserege felszabadította a magyar népet, és a kommunista párt felosztotta a földet a dolgozó parasztok között. Ez volt az igazi március. 1947 márciusa. Mi az elnyomott jobbágyak ivadékai, az ország minden részéből összesereglettünk Budapesten, hogy a vörös kalapácsos ember jegyében megbeszéljük az ország dolgait. Nem csak a kommunisták tekintettek magukra úgy, mintha Dózsa ideológiai leszármazottjai lennének. Azok a pártok is magukénak akarták, amelyek forradalmi változásokat akartak, hiszen szerintük Dózsa is azt akart. És a kaszák húza helyett úri fejeket arat. A szociáldemokraták csak a munkásmozgalmi elődjeiket tekintették volna hősnek, akkor a 19. század közepétől visszafele nem lett volna magyar történelmük. Tehát a szociáldemokraták is és minden baloldali mozgalom újra gondolta a magyar történelmet, és amikor újra gondolták, akkor azon túl, hogy Szent István alakjában nagyjából megegyeztek, hogy ő minden politikai irányzat szempontjából fontos volt, ha nem is egyformán értelmezték, innentől kezdődően elválnak az utak. Aki nagy változást akart,
az Dózsát választotta? Lehet mondani, tehát a radikális politikai erők a 20. században, és ebben a Nemzeti Parasztpárt, a Kommunista Párt, a Szociáldemokraták, a polgári radikálisok egyaránt benne vannak, az ő számukra Dózsa idol volt, míg a mérsékeltebb, de demokrata kisgazdapárt számára, vagy akár a liberálisok, konzervatív liberálisok számára nem. A munkásmozgalom szellemi támogatására a mester elkészíti régi elképzelését, a Dózsa sorozatot. És amikor Dózsa még tabu volt, Derkovics Gyulát 1928-ban az illegalitásban lévő kommunista párt kérte fel, készítse el sorozatát. A 12 fametszet világa ellenkezett azzal, amit a Horthy korszakban kívántak Dózsáról. A Horthy korszakban a hivatalos kultúrpolitika számára Dózsa György persona non grata volt. Abszolút negatív figura volt, ha elég megnézni Szegfű, a Hohmann Szegfűnek a magyar történetét, meg más munkákat, tehát ő a negatív példa. Az ellenős, az igazi hősöt és neki van kultusza, az Verbőci volt. A törvénykönyvet megalkotó Verbőci, aki egyébként Horthy példaképe volt. Ebből az időszakból is maradt fent tankönyv, a Királyi Egyetemi nyomda adta ki még 1925-ben. 1514-ben borzasztó parasztlázadás dúlta az országot. Kirabolták és felgyújtották a nemesi kúriákat, és gyilkolták a nemeseket. Több urat, aki ellenezte a keresztes hadat, Dózsa kegyetlenül nyásra húzatott. Egy rendszerrel korábban, a Tanácsköztársaság idején Dózsa még pozitív figura volt. Bélyeget is adta ki képmásával, forradalmi idők voltak, szükség volt új ikonokra. Persze írt még róla Adi és Petőfi is verset, regény, dráma is született, és festettek néhány Dózsa ihlette képet is. Azt viszont kevesen tudják, hogy opera is készült.